Böröc István úrral beszélgetünk, aki az MTVA vezérigazgatója. 2 évvel ezelőtt még az M2 csatornának igazából csak a terveiről hallhattunk. Latolgattuk, hogy vajon ez mennyire fog beválni. Ön szerint mennyire vált be az M2? A korábbi egyébként nem megalapozatlan reményeinket is messze felülmúlta mindaz, ami az M2 csatorna kapcsán ma elérésben, nézettségben elmondható. Figyelembe véve, hogy egy nagyon fiatal csatornáról van szó, persze maga a csatorna az régi, de az átkonstruálás, az átalakítás az mindössze tavaly decemberben történt meg, úgyhogy nincs egy éve még, egy bő 3/4 éve, hogy működik ez a csatorna. A 4-12 éves korosztályokat céloztuk meg, úgy gondoltuk, hogy ők azok, akik még a hagyományos média tartalmakra, a televízió képernyője elé leültethetők, őket kevésbé vitte még el talán a Facebook és a Twitter és más közösségi oldalaknak a világa, és beigazolódott ez a feltevésünk. Az a fajta hívószó, hogy erőszakmentes csatorna, és kedves szülők, nagyszülők, ide bátran leültethetitek a gyermekeiteket, unokáitokat, mert itt jót fognak tanulni, nem érik őket sokkoló hatások, nem látnak erőszakot, békés, barátságos, szeretetteljes, műsoros világot fognak látni. Tehát ez elkezdett működni, hogy egy abszolút számot mondjak, most a nyári időszakból, hogy egy friss eredményről tudósítsak, a júni és augusztus közötti időben mintegy 210 000 4 és 12 év közötti gyermek nézett bele valamelyik műsorába az M2 nappali gyermeksávjában. Ez egy minden korábbi reményünket meghaladó szám volt. Elmondhatjuk, hogy a Magyarországon fogható gyermek és főként mesecsatornák között piacvezetővé vált az M2. Tudni kell az M2 egészéről, ha már köszönöm szépen, beszélünk róla, hogy gyermek, ifjúság és családi csatorna ugye a teljes nevén. Este 20 óráig sugárzunk kifejezetten a 4-12 éveseknek tartalmakat, filmeket, meséket, más gyermektartalmakat. Így gyorsan megemlítem, hogy nem drága pénzen indítottuk el a csatornát, nem túl sok pénzt fordítottunk rá, nagyon sok értékes archív tartalmat használunk fel, és ezekkel a viszonylag kis erőforrásokkal, a viszonylag kis befektetéssel is rendkívül komoly visszaigazolásokat kapunk. Most, hogy folytassam az előbb megkezdett mondatot, 20 óra után pedig a fiatal felnőtteket, ha úgy tetszik, a gyerekek szüleit próbáljuk megszólítani. És ez a része is sikeres a projektnek, hiszen ahogy a prezentációmban is elmondtam, egész Európában a közszolgálati média, a közszolgálati televíziózás egyebek közt azzal küzd, hogy előrekszik a nézőközönsége, jellemzően meghatározottan átlag 50 év felettiekből áll, ez igaz a magyarországi közmédiára is. Tehát minden olyan apróbb, nagyobb, és ez nem is apróbb, inkább nagyobb siker, amivel nyitni tudunk a fiatalok korosztályok felé, annak hatványozottan nagy a jelentősége és hatványozottan komoly az értéke. Az esti órákban kifejezetten sikerült a 18 és 49 év közöttieket megcélozni és el is érni. Gyakorlatilag szinte majdnem 100%-osan, 90-valány százalékosan ebből a korosztályból kerül ki az M2 este műsora, azaz a gyermekek szülei, vagy más, akár még gyermektelen fiatal felnőttek érdeklődést mutatnak az ilyen típusú átalakult esti M2 tartalom iránt. Nem kapcsolnak át a kereskedelmi csatornákra, hanem... Ez egy nagyon fontos sikerünk. Itt is egyébként az esti órákban, ebben a korosztályban a 4%-ot közelíti a közönség arányunk, tehát ez meghaladja a korábbi, régebbi átalakítás előtti M2-re igaz közönség arányokat. Ezek nagyon-nagyon szép számok, és gratulálok ehhez is.
azt kicsikét vissza szeretnék térni a gyermektartalmakra, akkor, amikor igazából 2 évvel ezelőtt először beszélgettünk arról, hogy vajon mi lesz az M2-nek, hogyan fog felépülni a repertoárja, akkor azt látogattuk, hogy vajon mennyi új tartalom lesz, mennyi lesz ugye az archív tartalom. Ahogy ön is említette, sikerült nagy arányban ugye olyan tartalmakkal elérni ezt a nézettséget, amelyek már valahogyan kézre álltak, tehát megvoltak korábban is. Várhatunk-e frissítést, tehát kortárszerzőknek a műveit esetleg, animációkészítőknek a munkáit? Természetesen nem mondhatunk le arra, hogy jelen időben ne készüljenek kortárs művek. Egyébként van már ilyen alkotás az M2 kínálatában. Ma még nem ez a meghatározó. De ahogy mondtam, nem mondhatunk le erről, és a jövőben lehetőségeinkhez képben szeretnénk elősegíteni, hogy mai magyar tartalmak is készüljenek. Mint ahogy egyébként az M2 asszpolitikájához, az erőszakmentességhez illeszkedően vásárolunk a nemzetközi piacon kedve szerethető tartalmakat, amelyekhez viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. De ahogy előbb említettem, azt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen nem mondunk le a jövőben, és egyre inkább szeretnénk ezt szélesíteni a mai magyar alkotók tartalmairól. Ez tényleg egy nagyon jó irány, azt gondolom. Igazából nekem egy 5 éves kisfiam van, és ő is állandóan az M2-t nézi, amikor csak teheti. Úgyhogy ezt csak meg tudom erősíteni. Még arra szeretnék egy kicsikét kitérni, hogy jól értettem-e a prezentációjában, hogy az online világ felé is lépéseket kívánnak tenni. Ugyan említette, hogy ezért ez a korosztály ez elsősorban még nincs oly mértékben bevonva, de azért látszanak itt tendenciák, itt a korábbi előadásokban is kiderült az, hogy egyre fiatalodik, egyre lejjebb húzódik az a határ, amikor a gyerekek már belépnek az online világba. Igen, ez így van. A prezentációmban, előadásomban is elmondtam, nem véletlenül fókuszáltuk a 4-12 évesekre, hiszen, ahogy ön is említette, a mai előadásokból elég egyértelműen kiviláglott, hogy a Z generáció, a 12 év fölöttiek világa az már egyre inkább a különböző közösségi oldalak felé fordul. De mi ezt a saját fókuszcsoportos kutatásainkkal is alátámasztottuk, tehát látjuk, érzékeljük, hogy 12 év fölött már nagyon nehéz a hagyományos televízió képernyő elé leültetni egy gyereket, és éppen ezért az egyébként is folyó, nagyon intenzív, sok irányú, új médiás jellegű, új média típusú fejlesztéseink között nagy hangsúlyt helyezünk egy olyan portál fejlesztésére, amely portálon keresztül megpróbáljuk megszólítani ezeket a korosztályokat, a 12 év felettieket, lehetőséget, felületet biztosítani nekik a saját tartalmaik előállítására, feltöltésére, olyan tartalmakra, amelyek egyébként nyilván a közszolgálati média számára vállalhatók, és amely tartalmak egyfajta alkotásra is serkenthetik őket, valamilyen szélesebb közönség által is fogyasztható tartalom előállítására, és így az általuk használt közösségi oldalak mellett, netán helyett megcélozhatják az általunk elindítani tervezett portát, ami hát nem sokára remények szerint pár hónapon belül útjára indul, és meglátjuk, mire megyünk ezzel a kísérlettel. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy tényleg mennyi fiatal, kreatív zsenit lehet így majd megszólítani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, illetve hát nagyon szépen köszönjük tényleg azt a munkát, amivel végül is ez így lezártuk ezt a konferenciát, zárónyilatkozott és egyebekben. Nagyon szépen köszönöm is. Viszont. Minden jót.